Jézus a hit talentumáról szól. To je dar krštenja također, talent, kojeg smo primili. Ez a keresztség ajándéka, az a talentum, amit ajándékba kaptunk a keresztségünkkor. Mnogi kršćani izgledaju kao da su taj talent zakopali u zemlji. Sok keresztény ma úgy tűnik, hogy ezt a talentumot, amit kapott, ezt elásta. Kao dar koji su primili, ali ne poznaju vrijednost tog dara. Egy ajándék, amelyet megkaptak, de nem ismerik ennek az ajándéknak a hatalmas értékét. I nisu ga razvijali. És ezért nem is tudott kibontakozni bennük. Mnogi kršćani, nažalost, žive svoju vjeru kao neku torbu koju nose na leđima, a da ne znaju sadržaj koji je u toj torbi. Vannak olyan emberek, akik úgy élik meg a hitüket, mint egy táskát, amit a vállukon hordanak, de fogalmuk sincs arról, hogy mi van ebben a táskában, mi a tartalma ennek a táskának. Taj dar vjere nose kao teret, a ne kao radost. A hit ajándékát teherként élik meg, és nem örömmel fogadják. Zato Isus zaključuje evanđelje, onaj ko ima, daće mu se još. Ezért zárja be Jézus azzal az evangéliumot, hogy akinek van, annak még adnak. A to znači onaj, ko ima viere. Ez azt jelenti, hogy akinek van hite, još će mu se dati. Az még többet kap. Ne misli se tu na materiálne stvari, na materiálno bogatstvo. Itt nem anyagi dologról van szó, nem anyagi gazdagságról. Biblia evanđelje je duhovna knjiga, zato bi je trebali razumjeti na duhovan način, a materijalan način. A Biblia, a Szentírás, az egy lelki könyv, ezért lelki értelembe kell vennünk azt, amiről szó van, nem anyagi, nem fizikai értelemben.